43 egyesület közel 300 versenyzője nevezett a 49. fedettpályás országos bajnokságra, amelyet a tavalyi évhez hasonlóan Nyíregyházán rendeztek meg. Mivel a sporták szabadtéri világbajnokságának augusztusban Budapest ad otthont, ez egy különleges év a magyar atlétika számára, mondta megnyitón a szövetség elnöke. Gyulai Miklós azt is kiemelte, hogy a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban otthonra találtak a hazai versenyzők. Én annak már nagyon örülök, hogy most már másodszor lehetünk itt, olyan körülményeket biztosítva a Nyíregyházi Sportcentrum, illetve a várossal, ami méltó egy fedettpályás bajnoksághoz. Azért mögöttünk hagyott esztendőkből olyan 123 az nem volt feltétlenül méltó, de most már úgy tűnik, hogy ez is rendben van. Nagyon nagy szeretettel és bizalommal jönnek ide az atlétáink. Nem csak versenyezni, hanem edzőtáborokba, összetartásokra is. Elég sokat használjuk ezt a létesítményt. 60 méteren Iloszki Dominik megvédte tavalyi címét, a budapesti honvéd versenyzője 6.70-nel beállította idei legjobbját. A hölgyeknél a szolnoki Kocsis Anna Luca 7.31-es idejével az 20-as és az 23-as magyar csúcsot is megdöntötte. Mindenképp egyéni csúcsot szerettem volna futni. Nem titkolom, tervben volt az országos csúcs is. Az 23-as nem, de az 20-as mindenképpen. Nagyon meglepett, amikor 36-tal kezdtem, és nem gondoltam volna, hogy ez még lesz jobb, viszont most nagyon elégedett vagyok, és nagyon örülök, hogy ez lett a vége. Jubilált Bakusi Péter, aki 10. fedettpályás bajnoki aranyérmét szerezte meg. A nyíregyházi magasugró magabiztosan győzött, de nem volt teljesen elégedett a verseny után. Ez a szezonon egy kicsit érdekesen sikerült, ugye nagyon jól kezdtem az idén, utána egy elég komoly betegségben szenvedtem, ami egy jó másfél hétre kidőltem, és a héten tudtam újra elkezdeni edzeni, de úgy érzem, hogy azért sikerült nagyjából összedni magamat, és a mai verseny azért elég stabilan ugrottam 2.20-ig. És a 23-on előjött a régi hibáim, és az utolsó kísérletem volt a elég biztató ahhoz, hogy átugorjam, úgyhogy emiatt kicsit bosszankodok, hogy két kísérletem, mert eldobtam a semmibe. A súlylökő Tóth Balázs a 18 méter elérését tűzte ki maga elé. Ettől 3 cm-rel elmaradt, de így is megvitte tavalyi címét. A technikai része a dobásnak úgy érzem, hogy nem volt teljesen kielégítő, laposak voltak a dobásaim, ezen még lehet javítani, de úgy érzem, hogy ha egyet sikerült volna eltalálni, ami most sajnos nem sikerült, akkor egy jó 18-50-es lökés benne lett volna mai napban. Mindösszességében meg vagyok elégedve ugye a helyezéssel, és örülök, hogy meg tudtam védeni a címemet. Még egy nyíregyházi érem született az OB-n, a hármasugró Nyisztor Petra 12 méter 91 cm-es ugrással a második helyet szerezte meg.